Sziasztok! Ma a számtani sorozattal fogunk megismerkedni. Nézzük is először is azt, hogy mi is az a sorozat. Ugye sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Szóval a sorozatoknál, mint a mind a mértani, mind a számtani sorozatoknál csak is pozitív egész számokkal fogunk dolgozni. Nevezetes sorozat ugye a számtani sorozat és majd a mértani sorozat is. Mi a fogalma a számtani sorozatnak, mert most ugye ezt járjuk körbe. Olyan számsorozat, amelyben bármelyik tag, ugye mindig a másodiktól kezdve, és az azt megelőző tag különbsége állandó, a sorozatra jellemző állandó a differencia, vagy magyarul különbség, és ugye jele a D. Számít az, hogy mit jelent, hogy AN. Ugye AN azt jelenti, hogy az A sorozat N-edik tagja, és ugye az N az mindig pozitív egész szám lehet, és a sorozat megadható képlettel, ugye ez a képlettel való megadás az tulajdonképpen nem más, mint egyértelmű utasítás. De mi is az, hogy egyértelmű utasítás? Például azt mondjuk, hogy az AN az legyen prímszám. Tehát N-edik prímszám. Ugye meg lehet adni a sorozatot rekurzív módon, ami nem jelent más, mint megadjuk a sorozat első néhány tagját, majd egy képlettel kreálunk hozzá, amelynek a további tagok meghatározhatók az előző tagokból. De mi is ez, hogy rekurzív módon? Nézzünk erre is egy gyors példát. Például megadták, hogy a sorozat első tagja 1, értéke 1, és a második tagra vagyunk mi kíváncsiak, és megadták azt, hogy az AN az nem más, mint 2-ször AN mínusz 1, és kikötés, hogy az N nagyobb egyenlő, mint 2. Akkor ilyen esetben ugye ez a rekurzív megadás, visszahelyettesítsünk egyszerűen, ugye az A2-re kíváncsi, akkor mi behelyettesítünk ebbe a képletbe, amit megadott, és azt mondja, hogy nagyobb vagy egyenlőnek kell lenni az N számnak, amit mi választunk. Tehát 2-ször a 2-ből 1, és ha ezt kiszámoljuk, 2-ből 1 az 1, 2-szer 1 az 2. Tehát az A2 értéke nem más, mint 2. Ez ugye a rekurzív módon való megadás. Ugye nagyon fontos a számtani sorozatnál, hogy ismerjük az alapvető képletet. Az alapvető képlet nem más, mint AN egyenlő az első tag plusz N-1 szer a differencia, a különbség szorzata. Ez az egyik nagyon fontos képlet, ezt nagyon jegyezzük meg, mert ebből indulunk ki. A másik pedig az, amikor a számtani sorozat első n vagy akárhány elemének kiszámítása, vagyis a számtani sorozat összegére kíváncsiak, akkor ezt a képletet kell alkalmaznunk, hogy Sn egyenlő n/2 ször A1 plusz a D, vagyis a különbség. Ezt a két képletet kell a számtani sorozatnál nagyon-nagyon megjegyezni, de nézzünk is rögtön példákat rá. Így hangzik az első példánk. Határozzuk meg a sorozat 39. tagjának értékét, ha adott a sorozat első tagja és különbsége. Megadták az első tagot, A1 egyenlő 1, a differencia különbség pedig 2. Akkor nekünk az első lépés az, hogy tisztában legyünk, felírjuk a képletet, amit az előzőben megtanultunk. AN egyenlő, A1 plusz N-1 szer D. Akkor is azt mondja, hogy a sorozat 39. tagjára kíváncsi, annak az értékére, szóval az A39-re. Kíváncsi. Mit kell tennünk? Hát be kell helyettesíteni ebbe a képletbe.
Ugye a sorozat 39. tagjára kíváncsi, tehát az n az 39. Egyenlő, az első tag mennyi volt? 1 plusz n minusz 1. Az n jelen esetben ugye a 39, mivel ha ide 39-et írunk, azaz n, akkor itt is 39, mert ez is n, ezt jól jegyezzük meg. 39-ből 1, szer a d, az 2 volt. És ha ezt kiszámoljuk, akkor 77-et fogunk kapni, szóval a válasz a 39. tag értéke 77. A B kérdés így hangzik, határozzuk meg az első 39 tag összegét. Szóval, ha összegre kíváncsiak, akkor a második képletet fogjuk alkalmazni, hogy hogyan számoljuk ki a számtani sorozat összegét. Sn egyenlő n per 2 ször a 1 plusz d a különbség. Helyettesítsünk vissza, tehát a első 39 tag összegére kíváncsi. S 39 egyenlő, az n ugye az 39 per 2 ször az első tag, az ugye 1 volt, a d pedig 2. És ha ezt kiszámoljuk, akkor 780-at fogunk kapni, szóval a válasz az, hogy az első 39 tag összege 780. Bonyolítsuk tovább egy kicsit a feladatokat. A második példa így hangzik, egy számtani sorozat első tagja 5, második tagja 8, a kérdés adja meg a sorozat 80. tagját. Én ilyenkor azt ajánlom mindenkinek, hogy rögtön írja ki, hogy mit adtak meg. Számtani sorozat első tagja 5. Tehát A1 egyenlő 5-tel, második tagja, azaz A2 egyenlő 8-al, és arra kíváncsi, hogy mennyi a sorozat 80. tagja. Tehát A80-ra kíváncsi. Rögtön írjuk fel ide magunknak a képletet, hogy véletlenül se felejtsük el, hogy AN az nem más, mint A1 plusz N minusz 1 szer a D. Na már most nézzük meg, hogy mit ismerünk. Ugye az A80-ra kíváncsi. Ismerjük az elsőt, elemet, az ötöst. Viszont ide 80-at írunk be, mivel a 80-ra kíváncsi, de nem ismerjük a D-t. Hoppá, rögtön szembesültünk azzal, hogy egy két ismeretlenes egyenletet fogunk kapni. Erre pedig az a trükk, hogy ugye az A1 az 5, és az A2, A3, A4 vagy bármi mást innentől kezdve az A1 segítségével fogjuk tudni mi felírni, azaz az A2 az nem lesz más, mint ahogy a számtani sorozatnak a definíciója is megmondja. Az első tag plusz egyszer a D, a differenciál, ugye? Ha mondjuk, tegyük félre most ezt a feladatot, a ötödik tagra kíváncsi, azt ide írom így széljegyzetbe, ha mondjuk az ötödik tagra kíváncsi, akkor ezt hogy fogjuk felírni az A1 segítségével? Úgy, hogy A1 szer, vagyis A1 plusz négyszer a differencia. Ugye mindig az, hogy a D-t annyival szorozzuk meg, egyel kevesebben, mint az A-nak az értékét, és akkor így rögtön az első tag segítségével fel fogjuk tudni írni. Én ezt gyorsan most kitörlöm, így nehogy bekavarjon. Szóval akkor ezt felírtuk, hogy A2 egyenlő A1 plusz 1-szer D. Akkor nekünk nincs más dolgunk, mint visszahelyettesíteni, hiszen az A2 az megvan adva, az 8, az A1 az 5, és plusz a D. Egy-egy ismeretlenes egyenletet kaptuk, ezt gyorsan megoldjuk, kivonunk 5-öt, 3 egyenlő D-vel, szóval a D értékét is megkaptuk. Innentől kezdve pofon egyszerű a dolgunk, visszahelyettesítjük ebbe a képletbe, vagyis A80 egyenlő 5 az első tag plusz 80 mínusz 1 szer megkaptuk a D-t, a H, vagyis 3. Ennek az eredménye pedig nem lesz más, mint 242. Megoldottuk az A kérdést. A B kérdés így hangzik,
Tagja-e a sorozatnak a 2005? Na már most tisztáznunk kell először is magunkban, hogy mi az a 2005. Ugye ez egy érték, és azt kérdezi, hogy tagja a sorozatnak a 2005. Vagyis ez a 2005, ha képletbe be akarom írni, ez az AN. Ezért fontos, hogy rögtön leírjuk, amit ismerünk, és helyesen gondoljuk azt, hogy az biztos, hogy oda való. És az igazából az N-re kíváncsi. Hogy a 2005 mondjuk ennek a számtani sorozatnak hányadik tagja. Írjuk fel a képletet, tudom már, könnyökötökön jön ki. AN egyenlő A1 plusz N minusz 1 szer a D. Akkor nézzük meg, mit ismerünk. Ismerjük az AN-t, mivel ezt feltételezzük, hogy ez a 2005. Az A1-et ismerjük, mivel az az 5 az A kérdésben. Az N-et nem ismerjük, mivel azt akarjuk kiszámolni, a D-t ismerjük, mert azt kiszámoltuk, az 3. Itt is egy egyismeretlenes egyenlettel kerültünk szembe, amit meg tudunk oldani. 2005 egyenlő, az A1 5 plusz N minusz 1 szer a D, amit kiszámoltunk, azaz 3. Akkor így lépésről lépésre, hogy ne hibázzunk, mindig ezt szoktam ajánlani. Elvégzzük a szorzást, 3n minusz 3, 2005 egyenlő, szépen rendezzük sorainkat, 5-ből 3 az 2 plusz 3n, kivonunk 2-t, 2, 1003 egyenlő 3n-nel, elosszuk 3-mal, és megkapjuk azt, hogy az n értéke, ez egy csúnya szám, 667,66, és ha megtanultuk a számtani sorozatnak a definícióját, ugye pozitív egész szám mindig az N, azaz ez nem megoldás, mivel a megoldásunk nem eleme a pozitív egész számoknak, szóval ez nem megoldás. Szóval a válasz, hogy tagja a sorozatnak a 2005, a válasz nem, mivel kijött az, hogy 667,66, ami a definíció szerint ugye csak pozitív egész számok lehetnek az N helyébe, szóval ez nem megoldás. Nézzük a következő feladatot. És ez a feladat is az előző feladat áll egy C kérdésből is. A sorozat első N tagját összeadva az összeg 1550. Határozza meg az N értékét. Azt mondja, hogy az összeg 1550, akkor rögtön eszünkbe jut, felírjuk, el ne felejtsük a számtani sorozat összegre vonatkozó képletét, SN egyenlő N per 2, szorozva A1 plusz AN-nel. És amit tudunk, azt helyettesítsük is be. Ugye azt mondta, hogy az SN az 1550, és az N-re kíváncsi. Akkor nézzük meg, hogy mit ismerünk. Azt mondja, hogy az SN-et ismerjük, mert az 1550 már most adta meg. Az N-re kíváncsi, azt nem ismerjük. Ugye N per 2, szorozva az A1-jel, amit ismerünk, hiszen az, ahogy az előző oldalon volt, az A1, az meg volt adva, az 5, plusz az AN, ugye azt meg nem ismerjük. Rögtön szembesültünk egy két ismeretlenes egyenlettel, amit nem tudunk így kapásból megoldani. Viszont nekünk van itt egy AN-ünk. Az AN, ha emlékeztek rá, rögtön felírjuk a képletet, az A1 plusz N minusz 1 szer D. Na már most akkor az AN-et szerintem ki fogjuk tudni fejezni. Hiszen az AN nem más, mint ha visszahelyettesítjük, az A1 az 5 volt, plusz N minusz 1, nem tudjuk, de a D az 3, ugye, mert azt kiszámoltuk, az előző oldalon vissza lehet tekinteni. Ha ezt gyorsan mi most megoldjuk, ezt az egészet, jó, megoldom így, 3N minusz 3, és ez nem lesz más, mint ha szépen rendezzük a sorainkat, 2 plusz 3N lesz az AN-ünk. Ezt a 2 plusz 3N-t fogjuk ide visszahelyettesíteni. Akkor nézzük. 1550 egyenlő
n per 2 szorozva 5 plusz 2 plusz 3 n-nel, és már is látjuk, hogy egy ismeretlenes egyenletet kaptunk, amit szépen meg fogunk tudni oldani, vagyis 1550 egyenlő n per 2 szorozva 7 plusz 3 n-nel. Nem szeretjük az egyenletekbe a törteket, ezért én gyorsan beszorzok kettővel. Akkor itt azt kapom, hogy 3100 egyenlő n szer 7 plusz 3 n. Gyorsan elvégzem a szorzást. 3100 egyenlő 3 n négyzettel plusz 7 n-nel. És láthatjátok, hogy kaptunk egy másodfokú egyenletet. A négyzet plusz bx plusz c-t. Ezt ilyen formára hozhatjuk is. Tehát a négyzet 3 n négyzet plusz 7 n, ugye ez a bal oldalon volt, átvittem ide, mínusz 3100 egyenlő 0. És ezt meg kell oldani a megoldó képlettel. Ide felírom gyorsan mi is a megoldó képlet, hogy ne felejtsük el. Ugye így hangzott, hogy x1, 2 egyenlő, ez a másodfokú egyenlet megoldó képlete, mínusz b plusz mínusz gyök alatt b négyzet mínusz 4ac per 2a. Ugye így szólt a másodfokú egyenlet megoldó képlete, és ebbe behelyettesítjük. Azt mondja, hogy ugye mi most az n-re kíváncsi, ezért nem x-eket használunk, hanem n1-2-t, hiszen két megoldás lesz, mivel négyzetes. Behelyettesítjük, mínusz b, ugye az a 7, plusz, mínusz, a 7 a négyzeten az 49, mínusz 4-szer 3-szor mínusz 3100, és ezt osztom a 2a-val, vagyis 2-szer 3 az 6. És ha ezt kiszámoljuk, akkor kapjuk azt, hogy az n4-re kaptuk, hogy 31, az n2-re pedig azt kaptam, hogy egy csúnya számot, inkább tördbe írom fel, mínusz 206-od, ami ugye kapásból látszik, hogy a mínusz 206-od nem egész szám és nem pozitív, szóval ez nem megoldás, ez lesz a megoldás. Azaz, hogyha visszahelyettesítem én ezt a 31-et ebbe, vagy bármelyikbe, amit itt megadtam, itt az SNS-be, akkor biztos, hogy kijön, hogy az 1550 az tulajdonképpen az első 31 tagnak az összege. Így szól a következő példa, egy számtani sorozat 6. tagja 30, 11. tagja 10. Mennyi az A1 és mennyi a D? Hát nézzük meg, hogy mit ismerünk, mit adott meg a feladat. A sorozat 6. tagja, tehát az A6 az 30, az A11 az pedig 10. Mennyi az A1 és mennyi a D? Ide felírom a képletet. Az nem lesz más, mint A1 plusz N minusz 1-szer a D. Azt mondja, hogy az A1-re és a D-re kíváncsi, ugye miből tudunk kiindulni, hát abból, amit az első példák között szerepelt, hogy hogyan lehet A1 és D segítségével felírni az A1-től különböző tagokat. Ugye az A6-ot azt, és a számtani sorozat definíciója eszünkbe jut, akkor azt úgy tudjuk felírni A1 segítségével, hogy A1 plusz 5D, az nem lesz más, ugye, mint 30, az A11-et, gondolom már eszetekbe jutott, A1 plusz 10D. Ugye mindig egyel kevesebb itt a D-nél a szorzó, mint amivel fölbontja. Ez egy egyszerű fölbontása A1 és D segítségével.
ez meg 10. Emeletes egyenletrendszert kaptunk, amit megoldunk úgy, hogy mondjuk a másodikból vonjuk ki az elsőt, akkor azt jelenti, hogy ezek ki fognak esni, 10-ből 5 az 5D, egyenlő 10-ből 30 az pedig 20. Ezt ha megoldjuk, ugye osztunk 5-tel, mínusz 20, bocsánat, akkor itt mínusz 4-et fogunk kapni. És már csak az A1-re kíváncsi, amit úgy fogunk tudni megkapni, hogy mondjuk az első egyenletbe visszahelyettesítjük a D-t, A1 plusz 5-ször mínusz 4 egyenlő 30-al. És A1-re kaptuk azt, hogy 50. Megoldottuk az A kérdést. A B kérdés úgy hangzik, mennyi a sorozat első 50 tagjának összege, felírom a képletet, SN egyenlő, mivel összegre kíváncsi, ezért az SN-es képlet kell, szorozva A1-jel plusz AN-nel. Azt mondja, hogy nézzük meg, mit fogunk tudni. Az S50-re kíváncsi, akkor itt 50 per 2, szorozva az A1-et most számoltuk ki, az 50, és kérdés az AN. Szóval az AN-re kíváncsiak, azaz az A50-re, amit azt úgy tudok meghatározni, a legegyszerűbb módon, persze úgy is meg lehet ezt csinálni, hogyha visszahelyettesítem ebbe, de egyszerűbb módja az, hogy A1 szerintem már mindent ismerjünk, 49-szer a mínusz 4. És ezt gyorsan kiszámoljuk, A50-re azt kaptuk, hogy mínusz 146, ugye az A1 az 50. Akkor megkaptuk, hogy az A50, tehát az AN az mínusz 146, és akkor gyorsan én ezt most kiszámolom. A megoldás pedig mínusz 2400 lett. Ennyi volt a számtani sorozat, remélem, hogy érthető volt. A következő videómban a mértani sorozatokkal fogunk tovább menni. Sziasztok!